estét kívánok! Ez itt a Sajtóklub, Bencsik Andrással, Hud Gergellyel, Néző Lászlóval, a mai műsorvezető Gajdi Csottó. Kezdjük mindjárt azzal, hogy a Fidesz kiérzett frakcióülésén megnevezték a Fidesz új köztársasági elnök jelöltjét Sólyok Tamás személyében. Nagyon egybehangzóan az volt a elemzők, értékelők véleménye, hogy ez egy nagyon-nagyon jó választás. Hogyan látjátok ti, András? Kétség kívül szakmailag egy támadhatatlan, felkészült ember. Ugye a közjogi méltóságok közé az Alkotmánybíróság elnöke is tartozik, tehát van már némi tapasztalata, nem csak a jog, hanem a felelősség területén is, hisz az, mint tudjuk, az Alkotmánybíróság az egy ilyen legfőbb kontrollszerv. És egy nyilvánvalóan szempont volt az is, hogy most egy választási kampány közeledik, két év múlva megint lesz választás, hogy egy olyan személyt találjanak, aki támadhatatlan, higgadt, megbízható, és ami nagyon fontos, átlát azokon a problémákon. Tehát nem csak a szűken értelmezett jogot, hanem a jog értelmezéséhez is van tudása. Ilyen szempontból kiváló döntés volt. Gergő? Hát nem mondanám, hogy nem lepődtem meg, valószínűleg nagyon sokan felkapták a fejüket, különösen azoknak a neveknek az ismeretében, akik ugye a sajtóban pörögtek, bár én magam részéről majdnem biztos voltam benne, hogy Orbán Viktor egy köztiszteletben álló akadémikust, professzort, de mindenképpen egy ismert embert választ majd, aki kikezdhetetlen. Valóban ez utóbbi abszolút megáll, hiszen Sólyok Tamás az Alkotmánybíróság élén igazán olyan politikát, vagy olyan jogász politikát folytatott, amely a törvényekhez ragaszkodott. Visszaküldtek törvényeket, újra megvizsgáltak, tehát igazából egyáltalán nem lehet mondani, hogy egy aulikus, mint azt, amit Gyurcsány mondott, ugye? Pártkatona. Sólyok Tamás, ugye? Vagy egy pártkatona volna. Laci? Nagyjából mindent elmondhatok, amit el lehet mondani. Egy dolgot emelnék ki, hogy az Alkotmánybíróság élén Sólyok úr azért fontos kijelentéseket tett a magyar alkotmány, a nemzeti szuverenitás és Brüsszel kapcsolatáról, úgyhogy nagyon remélem, hogy köztársasági elnökként is ezt a utat fogja járni. Én még annyit tennék hozzá, hogy megtudtam, hogy kiskunfélegyházi származású, úgyhogy nekem még így külön megbelengedte a szívemet. No, de nem mindenki így látja, és Gergő már utalt rá, hogy felvételünk előtt nem sokkal hangzott el egy, hát szerintem politika történeti beszédben ilyen penetráns, ilyen agresszív, ilyen elképesztő szöveget ritkán hallani élő egyenes adásban, de kukkantsunk bele, és majd akkor utána értékeljük. Teljesen világos, hogy a jelöltet nem a nép, és csak nem is a kormánypártok szavazói, vagy akár csak a parlamenti képviselői emelik ebbe a magas tisztségbe, hanem egyetlen párt, a Fidesz elnöke. Ilyen módon az elnök nem lesz valóságos elnök a hazának, lesz viszont egy újabb alázatos beosztottja Orbán Viktornak, a kormányfőnek. Tájékoztatom tehát a jelöltet, hogy megválasztása esetén nem köztársasági elnökként, hanem Orbán Viktor beosztottjaként fogunk rá tekinteni. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. Na ez milyen szillogizmus, gyerekek? Tehát én nem fogadom el, én is a nemzet része vagyok, ergo nem fogja tudni megtestesíteni a nemzeti egységet, mert én nekem nem köztársasági elnököm, és innen kezdve Orbán Viktor beosztotja. Teljesen elment ennek az embernek az esze? Ugye a médiokrácia korában élünk, amikor a valóságnál ezerszer fontosabb a valóság látszata. És ezt Gyurcsány pontosan tudja. Tehát pontosan tudja, hogy neki nem az a dolga, hogy az igazságot, a tényeket, a valóságot értelmezze és értékelje, hanem egyetlen egy dolga van, hogy ha van egy rés, azt a rést kell folyamatosan támadni. Mi elkövettünk egy kommunikációs hibát, mert egy jó szándékúan, de szerencsétlen hiba folytán ellenünk fordították azt, amiben mi a legerősebbek voltunk a gyermekvédelemben, mindmáig. Az, hogy Gyurcsány kírja a pulpitusra, hogy
a pedofilia nem hiba, hanem a pedofilia bűn. Ez a Gyurcsány 2021-ben, amikor a Fidesz kezdeményezte az országos népszavazás kezdeményezett a gyermekvédelmi törvény érdekében, megkérdezték az embereket, akkor Gyurcsány azt írta ki, hogy a felmenőiddel szórakozzál, ezt írta ki a Facebook bejegyzésére, ebből akkor óriási cirkusz lett. De őt ez nem érdekli, őt nem érdekli a valóság, ő azt érzi, hogy szerinte átvéve a jobb oldal évrendszert, mert most már ő lett pedofil ellenes szabadságharcos, erre az egy gondolatra, tehát erre a kommunikációs hibára, amit még mi követtünk el, épített föl mindent. Mindent, a világon mindent. Még egy apró megjegyzés, egyéb iránt, annak idején 1990-ben népszavazáson döntöttek a magyarok, hogy erős miniszterelnök és gyenge köztársaság elnök legyen, és nem fordítva. Ezért mindig a mindenkori parlament választ köztársasági elnököt, ami egy fontos tisztség, de korán sem olyan, mint teszem azt a francia vagy az angol demokráciában, vagy a francia vagy az amerikai demokráciában, ahol az elnök elképesztő hatalommal rendelkezik. Nálunk a nemzet egységét kell megjelenítenie. Na, pont, ennyi. Na, de hát a nemzet egysége nem arról szól, hogy Gipsz Jakab elfogadja-e a köztársaság elnök személyét, vagy sem. Hát egy egységes nemzeten belül is vannak viták, ezt egyébként a Gyurcsány is kifejti, mert amikor az ő érdekeit azt szolgálja, hogy legyen mindenféle gondolat jelenhessen meg a nemzeten belül, akkor ezt támogatja, amikor meg nem ez az érdeke, akkor meg kijelenti, hogy ő neki ez nem köztársaság érdeke. De ez nagyon súlyos, mert gyakorlatilag ebből levezethető majd az a rendszer ellenes úszítás, amiről még fogunk ma beszélni. Igen, hát gyanítom, hogy Gyurcsány az egyenes vonalvezetésű, nagyon koherens beszédének ezt a részét, ezt már korábban megírta, ugyanis bárkit jelöl Orbán, illetve a Fidesz frakció és Orbán Viktor ugyanezt elmondja róla. Ettől függetlenül pont az egészen elképesztő toldaléka ennek a szövegnek, amit nagyjából itt mondott el Gyurcsány, hogy arra buzdította a hallgatóságát, hogy ne fogadják el a magyar kormány alkotmányos működését, ne fogadják el ezt a mostani berendezkedést alkotmányosnak, ne fogadják el a köztársasági elnök személyét. Mit jelent ez, mint Kumbéláéknál, hogy bármit szabad? Uh-huh. És ugye vasárnap tüntetésre készülnek, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, demokratikus koalíció, azért ez megint csak egy szembeköpése az országnak, és ott alig, ha nem ez a hang nem lesz majd az uralkodó. Bizony. Laci? Hát előjáróban azt el kell mondanom, én bármiről szívesen beszélek itt köztetek, mert jól érzem magam, bohócokról is szívesen beszélek, köztök Gyurcsány Ferencről is. Én az a helyzet, hogy úgy teszünk, mintha komolyan kellene venni Gyurcsány Ferencet. Szerintem nem kell komolyan venni Gyurcsány Ferencet. Gyurcsány Ferenc mióta a politikában van, egy komolytalan hazudozó. Ebben a évértékelő beszédében is tényszerűen nem tudom hány hazugságot állított. Már ugye a pedofíliával való, hogy is mondjam, a Fideszt a pedofíliával összemosó, meg egyébként mindenkit, aki nem hozzájuk tartozik, összemosó tétel is hazugság, hiszen a pedofilt konkrétan elítélték. A Fidesz kormány, tehát elítélték. Aki felmentett, vagy illetve aki kegyelmet kapott, azt is elítélték, csak kegyelmet kapott, de ő nem pedofil volt egyébként. Az más kérdés, hogy bűnös volt, az kétségtelen. Az az ember, akit pedofília miatt elítéltek, az az ő rendszerükben is kitüntetéseket kapott, meg ajnározták. Meg számtalan olyan embert, a magyar nemzetben több ilyen esetet felsoroltunk, akik pedofilok, vagy efebofilok, az ő rendszerük kitüntette. Tehát a pedofiliában minket vádolni, az ugyanolyan hazugság, mint amit Gyurcsány mióta politikában van, művel. Csak azért kell mégis róla beszélni, mert itt a szünetben is elhangzott, hogy nagyon sokan fiatalok már nem tudják ki az a Gyurcsány Ferenc, és még akár el is hihetik azt, amit mond. De azért annyira komolyan ne vegyük, mert igaz ugyan, hogy ő a DK a legerősebb párt az ellenzéken belül, de én azt abban egészen biztos vagyok, hogy Magyarországon Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára nem lesz miniszterelnök.
Ilyen értelemben jogos a felvetésed, hogy nem kéne komolyan venni, viszont pontosan azért kell nagyon komolyan venni mégis, mert akár milyen nehéz ezt az embernek kimondani a száján, de Magyarország legerősebb ellenzéki pártjának az elnökéről beszélünk. Tehát bármennyire érthetetlen számomra, mégis a legtöbb nem kormánypárti, nem nemzeti érzelmű, nem velünk lévő honfitársunkat ő tudja megszólítani. És ez számomra tragédia. Én ezt egész egyszerűen föl nem fogom, hogy hogy lehet ez a rendszerváltozás után 30 évvel, meg azután, amit ő művelt kormányfőként. De még egy dologba hagy kapaszkodjak bele, amit mondtál. Szóval én eddig ganyés szívlapáttal ütöttem volna minden pedofil háta közepét, de most már ott tartok, amiatt, amit a Gyurcsányék művelnek, hogy most már azokat is nagyon szívesen eltángálom ezzel a szívlapáttal, akik bennünket pedofil simogatónak, meg most már a Gyurcsány szövegét figyelve egyenesen pedofilnak neveznek. Mert úgy hangzott ennek az embernek a szövege, mint hogyha maga Orbán Viktor lett volna az, aki abúzál gyerekeket. Szóval kezd nagyon tele lenni. Felírtam Gyurcsánynak egy mondatát, a magyar emberek a kormány megerőszakolható tárgyaivá váltak. Azért ez nem csak retorikai teljesítmény, hanem ez a szuszításnak egy egészen elképesztő. Tehát itt gyakorlatilag egy pedofil kurzus áldozata 10 millió magyar, itt tart. Pedofil hálózatot üzemeltet a kormány, meg a Fidesz. Igen. Atyaig. No, köztársasági elnököt, ha minden igaz, hétfőn már meg is választja az összeülő parlament, és szerintem a tetteiről, a működéséről kell majd nekünk megítélni Sólyog Tamást, mint köztársasági elnököt, és valóban szinte lényegtelen, hogy mit beszél róla akár Gyurcsány, akár az ellenzéknek a többi része, tényleg csak a jegyzőkönyv kedvéért. Sólyog Tamás személyében egy látszólag nem a kormánypárthoz kötődő személy, de az Alkotmánybíróság elnökeként is mindenben kiszolgálta az Orbán kormány, mondja az MSZP. A Momentum azt mondja, nem vesz részt ebben a cirkuszban. Párbeszéd zöldek szimpla bábjátéknak tartják Sólyog Tamás jelölését. Hát a Jobbik meg a saját jelöltjéhez ragaszkodna ugyanúgy, ahogy a Mi Hazánk, de én azt gondolom, hogy jó, ha tudomásul veszi mindenki, hogy a parlament döntése, a demokratikusan megválasztott parlament döntése lesz az új köztársaság elnök kinevezése, úgyhogy a bohócot meg mindenki hallgassa azzal a... Azért, ha szabad, még annyit hadd tegyek hozzá, én ebben nem értek veled egyet teljesen, Laci, hogy nem veszélytelen, mert ha most túltesszük magunkat a konkrét személyeskedések és egyébként, mert sok mindent mondod, sok hazugságot is. De volt egy világos íve a beszédnek, ő azt mondja, hogy démonizálom az Orbán kormány, sőt Orbán rendszert, ez egy borzalmas rendszer, még Bőde Csabát is belekeverte a pedofília vádba, mert hogy egy pokoli veszéllyel szemben hirdettem én meg a szeretet és egyéb szociáldemokrácia nevében a nagy összefogás. Aki nem fog össze, az veszít, aki összefog, az nyer. Tehát Gyurcsány tulajdonképpen újfent meghirdette a szuper baloldali összefogást, és annak érdekében használta fel az egész pedofil műbalhét, mert egy műbalhé, annak érdekében, hogy ha nagyon-nagyon veszélyes ellenség támad meg minket, akkor félretesszük a különbséget, hogy összefoghassunk. Ezt a játékot próbálja kijátszani, de azzal egyetértek, hogy én is abban reménykedek, hogy ezt azért nem veszik be olyan sokan. Nem, szeretnék. De bocsássatok meg, ezt már eljátszották a 2000. Igen, így van, így van. Meg nehezen fogja bevenni azt az együtt vagyunk. Nehezen fog. Az se sikerült, most külön vannak, az se fog sikerülni. Én csak arra utaltam, hogy persze veszélyes. Ezek veszélyes gondolatok, amiket Gyurcsány kifejt. Onnan, de nem most kezdte ezt. Hát mindig, amióta Orbán kormány van, 14 éve, azóta ezt csinálja. Mindig belekapaszkodik valamibe, mindig megfenyeget bennünket, mindenkit, az egész rendszert, meg a rendszer kiszolgálóit, hogy földönfutókká tesz bennünket.
korábban, nem tudom, lesz ugye a Varjú kapcsán a szó arról, hogy megfenyegette a bírókat, de már ezt korábban is megtette, tehát mindig fenyeget bennünket, de hál' Istennek a 14 év alatt nem lettünk se földönfutók, ő pedig nem lett miniszterelnök, meg Dobrev Klára se lett miniszterelnök. Aki szereti a stand-up comedy-t, azért a beszéd első részét mindenképpen érdemes megnézni, tehát az egy ilyen hitvallásszerű alapozó volt ott a DK-soknak, és volt egy olyan elem, ami arról szólt, hogy együtt kell keresni az üdvösséget, ott ilyen szorványos taps és általános eltévejedés volt látható a nézőtéren. Aztán abból mentünk át a polgári Magyarország értékeihez. Gyurcsány nagyon hosszan magyarázta, hogy a polgári Magyarország letéteményes a demokratikus koalíció, amely azonban szociáldemokrata is, és akkor így jutottunk el a révbe. Szerintem filozófusok csak vakarják a fejüket. Itt azért szakítanak félbe, hallgassunk bele, tehát ne csak így be. Nézzük meg, mit mondott. Amikor polgári Magyarországról beszélünk, akkor megbecsült, tisztelettel körülvett emberek hazájáról beszélünk. Olyan hazáról, amely közös otthona politikai, kulturális, hit vagy életmódbeli kérdésekben sokszínű nemzeti közösségnek. Olyan országról, melyben gyermekeink szeretete összeköt, hazánk szeretete pedig összetart bennünket. A polgári Magyarország közös otthonunk, ahol vigyáznak ránk, és mi is vigyázunk másokra. Ahol nem csak meghalni, hanem emberi életet élni is lehet és érdemes. A gürcölés, a rossz kedv, a veszekedés világa helyett olyan országot kívánunk, ahol természetes véleménykülönbségeink mellett szövetségesei vagyunk egymásnak. Ilyen országot akarunk. És mert az államalkotó emberek sokfélék, baloldaliak, jobboldaliak, zöldek, liberálisok, keresztények, világiak, szekulárisok, és még ki tudja hányfélék, a polgári Magyarországnak nincs ideológiai színe, nincs Isten hite, nincs vallása, mert a polgári Magyarországnak alkotmánya van. Ezt gondoljuk róla. Na, megpróbálom rendezni arcvonásaimat, és nagyon komolyan venni azt, hogy most hallottunk egy olyan programhirdetést, amely egy olyan szép új világot tár elénk, ahol megvalósul az inverz kisgazdaság, vagyis se istene, se hazája, se családja senkinek, hanem alkotmányunk lesz. Na, akartok-e ilyen helyen élni? Az alkotmánnyal önmagában nincsen semmi baj, van is, nagyon szép alkotmányunk van. Az Orbán kormánynak köszönhetően a parlamenti kétharmados többség vívta ki, hogy lett egy tisztességes alkotmányunk, amelyik jelentős mértékben támaszkodik az ezer éves alkotmányosságra. Tehát helyreállítottuk azt a rendet, amit Gyurcsány elődei, a kommunisták kibillentettek. Hát ennyit az alkotmányról. Van alkotmány. Köszönjük, van. Szóval ilyenkor mondja az ember, hogy nem szakad le az ég. Egyébként a saját 14 évvel ezelőtti korszakára úgy beszél, hogy hát voltak hibák, de most már azzal ne foglalkozunk, mert itt olyan nagy a baj, hogy olyan nagy a baj. Gyurcsány azon kevés politikusok közé tartozik, aki bizonyította, hogy mennyire gyűlöli a hazáját, a nemzetét, a magyar embereket, hogy elvette a nyugdíjasoktól a nyugdíját, hogy ráúszította a civilekre az áruhás vagy védőmaszkos jelzés nélküli rendőröket, tehát káoszt robbantott ki, polgárháborúba akarta kergetni Magyarországot, kifosztotta az államkasszát. Ő bizonyította, hogy ő a legkártékonyabb féreg, aki létezett a magyar politikában az elmúlt 30 évben. Szóval ez az ember ezt megmeri tenni, értem, számít a felejtésre, de mi nem engedhetjük meg, hogy az elfelejtődjön. Azt rögtön jegyezzük meg, hogy a féreg kifejezést nem azért használtad, mert dehumanizálni akarod őt, hanem csak egy hasonlatot szerettél. Igen, jellemezni szeretném. És amúgy is kikérjük a féregek nevében. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és utána Gergő veled folytatjuk, és Laci is el fogja tudni mondani mindenről a véleményét. Nézőimet arra kérem, ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk a Sajtóklubot.
Jó estét kívánok! Folytatódik a Sajtóklub Bencsik Andrással, Huth Gergellyel, Néző Lászlóval, a műsorvezető Gajdi Csottó, és ott hagytuk abba, hogy a polgári Magyarországról alkotott nagyívű vízióját értékelte András Gyurcsány Ferencnek. Gergő, tiéd a szó. Mondd el te is, hogy nem tudom, hogy a pszichiátria hogyan írja le azt a jelenséget, ami talán ilyen politikai program irigységként, laikusként megfogalmazható. Tehát a Gyurcsány állandóan féltékeny Fidesz és Orbán Viktor különböző politikai programjaira, és elkezdi harsogva követelni annak a bevezetését és követni, és most ugye talán ebből áll össze az, hogy ennek a beszédnek egy része az egybe szerintem ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-vel Orbán Viktoron még 2000-es évekbeli beszédéből lett kivágva, csak ugye nem lett összeegyeztetve az értelme, tehát természetesen nem gondoltam komolyan az első részben a koherenciát, hiszen ugye itt egy szekuláris polgári Magyarországról volt szó mindjárt a megüdvözülés után, és a közös megtérést követően, majd eljutottunk a szociáldemokráciához, amely ugye jólétet biztosít majd mindenkinek, ha újra, vagy nem újra, mert ugye Dobrev Klárát javasolja a miniszterelnöknek, és mi hamarabbi kormányváltás sürget. Szóval én azt nem tudom, hogy az a tizenvalahány százalék, aki Gyurcsány Ferencet támogatja, és őt szeretné látni, vagy Dobrev Klárát a miniszterelnöki poszton, ő erről mit gondol? Tehát most akkor polgári Magyarország, antipedofil párt, szocdemek, mélyvallásos társaság, de micsoda a DK? Mert szerintem ezt ember nem tudja már megmondani ebben az országban. Azt én sem tudom, hogy a pszichiátria mit gondol erről, de a köznyelvben van erre egy jó szó, úgy hívják, hogy lopás. Tehát az elmúlt 14 évben számtalanszor láttuk, hogy Gyurcsány, ahogy mondod, átvesz irigységből, vagy nem tudom milyen okból kifolyólag átvesz olyan szlogeneket, amelyeket egyébként a Fidesz mondott és mond, például a polgári Magyarország. Hát a Fidesz meg a polgári Magyarország az gyakorlatilag összenőtt az elmúlt évtizedekben, és most Gyurcsány elkezdte használni polgári Magyarország. Az már meg se lepődjünk, hogy ki oktat bennünket kereszténységből, meg hogy kell kereszténynek lenni, meg ki a jó keresztény. Na de hát aki gyakran jár bérmálkozni arról, azon nem csoda, hogy ilyen mély ismeretei vannak. De nem csak az a baj, hogy hazudott. Azt bizonyította be az ő kormányzása alatt, ugye 2004-től 9-ig volt, ha jól emlékszem, a kormányon Gyurcsány Ferenc, és nem csak ő, hanem feltűnt mondjuk Kökény Mihály is a tömegben, vagyis a tömegben, az idézőjelben, és a számtalan DK-s MSZP-s, akik még ma is léteznek, ott azban a pár évben bebizonyították, hogy nem csak utálják Magyarországot, nem csak hazudnak, nem csak lopnak, hanem nem tudnak kormányozni. A legnagyobb bűnük az volt, hogy tönkretették Magyarországot. Ha nem lett volna az a 8 év, akkor hol tartanánk most? Ő vádolja azzal a kormány, nem értük utól Ausztriát. Hát többek között miatta nem értük utól Ausztriát, mert nála nem a féreg kifejezést használom, mert a féreg az általában nem kormányoz, de nála rosszabb kormányfője nem nagyon volt még Magyarországnak. Úgyhogy, és az a 10-valahány százalék, azért ne felejtsd, de 900-valahány ezer pártag volt ma Magyarországon. Azoknak a egy része még él, azoknak a gyerekei, akik abban nevelődtek, élnek. Tehát van azért Magyarországon egy réteg, aki erre a balos propagandára, erre a hazugságra fogékony. Úgyhogy én nem csodálkozom, hogy ennyi van, de szerintem ennyi van, nincs több. Azért mondom, hogy soha nem lesz miniszterelnök, mert ennél ez a plafon, amit ők el tudnak érni, és bocsánat, ha bárkit megsértek, vagy úgy érzik, hogy valami rosszat mondok, de ez a szám egyre csökkenni fog, mert abból a 900 ezer pártakból szépen lassan a természet, a biológiai szükségletek majd elkoptatják. Apropó, arra nem tudom, felfigyeltetek-e, hogy ugye volt egy olyan része a beszédnek, ahol ugye Gyurcsány Orbánná vált a polgári Magyarország hirdetőjévé, Orbán viszont Kádár Jánossá, a fideszesek meg kommunisták, akik olyan anyagból vannak gyúrva. Tehát volt itt minden, mondom, érdemes megnézni. De ezt soha nem mondott Orbán Viktor, hogy különleges anyagból lennénk gyúrva. Nem. Ti emlékeztek? Azt a kommunisták mondták. Hát igen, és ő meg próbálta ráfogni a Orbánra, meg mi ránk. Egyébként ezt magam is tapasztalom a saját életemben, hogy jönnek a feketeöves komcsik, és engem kommunistáznak.
És nem győzöm elmagyarázni, hogy én nem voltam munkásőr, soha, ellentétben veled, aki rám akarod fogni. Na mindegy. Még egy, ilyet hadd mondjak, nem ő találta ki ezt a beszédet, tehát valóban azok az az agytröszt, aki neki legyártotta, többek között azt a trükköt játsszák, hogy toljuk le a Fideszt arról a pályáról, ahol eddig volt, arra hivatkozó, hogy ők szörnyetegek, és akkor módosítom, gyorsan, nem féreg, szörnyeteg. Ő az igazi szörnyeteg, nem pedig a jelenlegi kormányzat tagja, akiket ő leszörnyeteg. Toljuk le őket, mert szörnyetegek, és vegyük át az ő zászlajukat, az ő szövegüket, mert mi jó, ugyanazok vagyunk, csak jobbak. Ez egyébként Megyesi egyszer elsütött, ha emlékeztek annak pontosan, idején. Pontosan, így van. Én egyébként nagyon emlékszem rá, a Dipolt pár szótolvajoknak nevezte már 2003-ban őket, na, pont van, emiatt. Erről van. De van még egy érdekesség, ez a szocdem, ez a svéd szocdem vonal, hogy a rohadt gazdagokat meg kell adóztatni. Ez már többször följött, hogy a Fidesz ugye lineáris adózást vezetett be, tehát aki sokat fizet, sokat keres, sokat adózik, de nem exponenciálisan sokat. Ennek megvan a közgazdasági oka. Magyarországon most épül fel egy professzionális kapitalizmus. Nyilvánvalóan nem cél lekaszabolni a legtehetségesebb, legambiciózusabb és leggazdagabb embereket. Így is baromi sokat fizetnek adót, de nem muszáj, hogy exponenciálisan sokat fizessenek, mert akkor azt csinálnák mi Svédországban, hogy kiviszik a cégeiket külföldre. Hát ennek megvan a logika. Viszont az átlagember személy számára ez egy zseniálisan eladható demagóg szöveg, hogy fizessenek, akkor nézd meg, milyen autókkal járnak, te meg dolgozunk. Mondja ezt a milliárdos, mondja aki a kétes milliárd körülmények között szerezte a vagyonát. Tehát, de nála elkép nem számít semmi. Ezek patronok. Ezek patronok, és ő azzal próbálkozik, hogy szerezzen egy minél nagyobb támogatottságot. Mi megpróbáljuk ezt megakadályozni, leleplezni őt. Mert csak így emlékeztetőleg annak idején a Magyar Nemzetben nagyon komoly oknyomozások révén ugye többen is levezettük, hogy Gyurcsány akkori áron, ugye 90-es évek elejé áron olyan 10 milliárd forint értékű vállalati vagyont privatizált, és azt rövid idő alatt 3 milliárd értékűre apasztotta. Tehát nagyjából az országot is így vezette, ne felejtsük el neki, úgyhogy lehet, hogy már nem milliárdos. Hát pontosan így vezette azért. 2000, amikor Bajnai átvette a kormányzás, mennyi hitelt kellett felvenni? Mennyit? 30 milliárd eurót? Nem is tudom. Ez az öröksége Gyurcsány Fereznek. Azon kívül, hogy hazudott, meg nem lesz gázáremelés, adócsökkentés kormányát ismerjük. Hát igen, meg bár minden évben be kellett adni, emlékeztek rá a konvergencia programot, ami mindig arról szólt, hogy mennyivel távolodunk a fejlett nyugattól, mert közeledni nem tudtuk. Bocsánat, véletlenül a privatizált kifejezést használtam, tehát a saját nevére vett. Nagyon ezt nem fizetett érte. Igen, tehát pár millióba került neki, azt is mástól kaptam. Jó, menjünk tovább, mert utaltál már rá, Gergő, hogy bizonyos koherencia zavarok előfordultak a szövegben, de volt egy pillanat, amikor a szónok szabályszerűen lefagyott. Ebben pillancsunk bele, és kíváncsi vagyok, ti mit szóltok hozzá, miért történt ez? Akik nem tudnak, nem mernek szembenélni az önkény elleni politikai küzdelem természetével, szabályaival, akik úgy tesznek, mintha demokratikus politikai versengés folyna, miközben nem, akik aztán egy ilyen verseny... Nem, akkor mondjuk égetlen. Akik nem tudnak, nem mernek szembenézni az önkény elleni politikai küzdelem természetével, szabályaival, akik úgy tesznek, mintha demokratikus politikai versengény folyna, akik aztán egy ilyen versengés szabályait kérik rajtunk számon, azok kezünkben egy szál fakardot adva, így akarnak bennünket belökni egy arénába, és bár nekünk szurkolnak, de valójában a politikai halálba küldenek bennünket, és a demokratikus Magyarországot is. Klárának tetszik. Nem tudom, hogy nagyobb betűvel kellett volna a szöveget kinyomtatni, és azért tévedt el benne, vagy eleve ott valami gond volt. Most a szövetségeseit szitta ugyanis, és ebben a dzsungelben tévedt el. Szerintem egyszerűen, ő elég jól megtanulta ezt a szöveget. Tehát lehet látni, hogy többször mondhatta el a mozgásokat is, a fejecskéjét nagyon szépen tudta jobbra-balra, tudott hatásszünetet, a száját nem csukta be, pihegett, mert annyira átélte a dolgokat.
De itt valószínűleg előre szaladt. Tehát gyorsabban futott az agya, mint a szája. Tehát egyszerűen belebotlott a nyelve. Ez a szöveg nem az ő szövege. Ez érezni lehetett, hogy az oda le volt írva nagy betűkkel, de a svung elvitte, és nem tudott elég gyorsan olvasni, vagy nem tudott elég gyorsan artikulálni, de le a kalappal, mert leállt, bocsánat, és előről kezdte a dolgot. Ez volt a legolcsóbb megoldás. Ez volt a legolcsóbb megoldás. Igen, itt figyelnie kellett a leírt szövegre, mert ugye, ha mondani valót nézzük, azért Gyurcsánynak nem ezek a módszerei. Amikor Gyurcsány kormányzott, vagy amikor ugye az apró Dobrev család átvette 2002 után a felügyeletet a baloldal fölött, akkor nem ilyen módszerekkel bántak el, hanem szegény Kovács Laci bácsinak amúgy is a nyakába lógó kötélre egy nagy követ akasztottak és behajították a folyóba, csak úgy, mint a néhai Kis Pétert, és ugye mindegyik régi vágású Horn Gyula köreihez tartozó szocit először is eltüntették az útból. Amelyik nem ment magától, azt megzsarolták, egészen voltak itt megöltek, nem a Gyurcsányék, de még politikai gyilkosságok is voltak a ciklus vége fele, ne felejtsük el. Tehát Gyurcsánynak az a módszere, hogy neki nem lehet ellentmondani, vele nem lehet szembefordulni, itt ő az úr. És itt ezt próbálta szépen megfogalmazni, és eltért az írott szövegtől, úgyhogy bele is zavarodott. Ugye egy ilyen puha fenyegetés volt, hogy hát tulajdonképpen Orbán Viktor ügynöke az, aki Gyurcsány Ferenc ellenzék vezéri szerepét megkérdőjelezi. Így volt, igen. Laci? Na de ha belegondoltok, nem csoda, hogy belezavarodott, hiszen az egész gondolat zavaros. Hát ha valaki, vagy azt mondja Gyurcsány, hogy aki részt vesz ebben a politikai versengésben, és azt hiszi, hogy ez tisztességes, blablabla, hát ő nem vesz részt ebben a politikai versengésben, nem fog indulni a választásokon? Ha meg részt vesz, akkor ő is, tehát az egész gondolat úgy zavaros, ahogy van. Mert elhallgatja a legdermesztőbb részét, hogy ő megint vissza fog térni ahhoz a retorikához, hogy akár törvényen kívüli eszközökkel is rendszert lehet váltani. Mert azt most még elhallgatta. Igen, de beszélt a választásról, meg az összefogásról, az mégiscsak a választás. Így van. Ami szerinte nem demokratikus, de már csak megkérdezem, hogy micsoda önkény az, ahol a Hír TV élőbe közvetíti Gyurcsány Ferencnek a évértékelőjét azért. Nem. Hiába kerestem az ATV-n, ott meg nem volt. Így van, sehol. Nem fogunk tudni kigabajodni mi se belőle, lépjünk is tovább. Visszautalva persze a beszédre, ott többször elhangzott, hogy a nemzeti kormány az csupa bűnözőből áll, úgy az egész rendszer egy nagy maffia, és le kell ezzel számolni. Miközben pedig egész elmúlt héten arról szóltak a hírek, hogy hány posztkommunista, DK-s, vagy ilyen-olyan párt függelékbe tartozó embert miért ítéltek el, mennyire, jogerősen, nem jogerősen. Csak néhány nevet mondok, ugye ott volt a Fekete Győr esete, aztán jött Varjú László pere, és Gyurcsány ott is ugyanezzel a bunkó stílussal bírókat, ügyészeket fenyegetett, az ember csak kapkodja a fejét, miközben mi vagyunk persze a bűnösök. Ugye itt ez megint a demagógia. Varjú László, emlékszünk a képsorokra, elég sokszor láthatta mindenki, akit ez érdekelt. Varjú László a képviselő társaival, baloldali képviselők bementek a Magyar Televízió székházába balhét csinálni. Mert az alkotmány őket fölhatalmazza arra, hogy bemenjenek és megkérdezzék, hogy mi folyik itt, sőt, ha kell, megnézhetik, nem zavarva az ott folyó munkát, mert azért azt tegyük hozzá, hogy az ott egy effektív munka folyik, nem is akármilyen. De ők nem ezért mentek oda, balhét csináltak, nekirontottak az őröknek, át akartak törni az őrökre. Az őröknek meg az a dolguk, hogy őrizzék, tehát ezek alapvető dolgok. Itt törvénytelenségek történtek, ezt láthattuk a szemünkkel. Ett vonatkozásban a bíróság ítéletet hozott, és azt mondta, hogy igen, ez törvénysértés volt, tehát bűncselekmény követett el Varjú László. Ez nem vitás, ezt sokan látták, és a bíróság ítélt. A bíróság nem azonos a kormánnyal. A bíróság
Magyarországon lehet kritizálni az ítéleteket, de vitathatatlan tény, hogy önálló hatalmi ágként önállóan ítél. Tehát ezt nem lehet összemosni. Azt lehet mondani, hogy rosszul esik nekünk ez az ítélet, együtt érzünk Varjú Lászlóval, hajrá Varjú Laci, így meg úgy, de ettől még a törvény és a tény, a bíróság ítélt. Roppant érdekes lesz a későbbiekben, hogy, és ugyanez a helyzet Fekete Győr Andrással, hogy egy ilyen bírósági ítélet előbb-utóbb eljut a harmad, vagy 133 foknál előbb-utóbb eljut a teljes jogerős érvényességhez, hogy ezt követőleg mi történik. Szerintem nagyon rosszul látod személyét. Kérlek szépen, az Újpesti Hírmondóban találtam róla egy cikket, a független hírforrás helyben is ez a mottója, így kezdődik, a meghurcolt képviselő Varjú László, Újpest megszívlelt harcosa. Magyarországon ritka az olyan politikus, aki minden politikai vihar ellenére képes megtartani becsületét, integritását és a választói bizalmát. Varjú László, Újpest országgyűlési képviselője és a Demokratikus Koalíció alelnöke kétségkívül ilyen politikus. Hoppa. És mész az aljára, impresszum. Kérlek szépen, felelős kiadó, Varjú László, főszerkesztő, Varjú László. Sírt a Varjú László. Éjek én. Most már értem a propaganda és az igaz, becsületes, független újságírás közötti különbség. Azért kerestem rá, mert ugye van ennek az ítéletnek egy másik része, tehát az, hogy bement verekedni a tévészékházba, és megkapta érte a enyhe büntetését, ez egy dolog. De ugye választási csalásért is elítélték, és ez eléggé kapcsolódik Gyurcsánynak az előző idézett szövegéhez, ugyanis azért ítélték el, mert tulajdonképpen visszalépésre kényszerítette egy baloldalon belüli riválisát Újpesten ez a derékbecsületes ember, és ezért, tehát az ítéletnek ez a súlyosabb része. És hogy úgy mondjam, az elmúlt évtizedekben, vagy inkább fél évszázad, vagy egy évszázad során a baloldaltól a választási csalás gondolata és cselekedete amúgy sem állt kifejezetten távol. Ne hülyeskedj! Függetlenül attól, hogy polgári Magyarországot vagy szociáldemokráciát akarnak. Így van. Itt kérem szépen. Válasszuk ketté a dolgokat. Ugye van a Fekete Győr meg a Varjú elleni ítélet. Mindegy, mit gondolunk egyes bírósági döntésekről, a bíróság döntését tudomásul kell venni. Szokott a bíróság, egy némely bíróság olyan döntéseket hozni, amelyekkel mi sem értünk egyet, de tudomásul vesszük. Ha a helyreigazításra köteleznek, vagy fizetünk, helyreigazítunk, mert hiába nem értünk vele egyet. Hát most Fekete Győrt és Varjút elítélték, tehát bűnözők, ezt most így kimondhatjuk. Egyes elemzések szerint azt tenne igazán jót a baloldalnak, ha lemondanának. Mert ez egy hivatkozási alap lenne számukra, hogy igen, nálunk az ilyen emberek, még ha nem is értünk egyet a bírósági döntéssel, nincs helye a politikai közéletbe. Ehelyett fenyegetőznek, a bíróságokat fenyegetik, de Gyurcsánytól ez nem idegen, egyébként Varjútól sem. Ha emlékeztek még a Sukoró ügyben, amikor ugye elítélték a Tátrait meg a Császit, akkor pont ugyanezt mondta a Gyurcsány, hogy ne reménykedjenek ebben eljáró ügyészek meg bírók, hogy nyugdíjas éveiket fogják élni, mert egy kormányváltás esetén majd ők kerülnek börtönbe. Varjú ezt később a jogerősítélet után ugyanezeket elmondta. Mm. És most ugyanezt elmondja a Gyurcsány. Mm. Hát ez pontosan jellemzi, hogy mit gondol Gyurcsány meg a DK a jogállamról, meg a demokráciáról, mert lehet nem egyetérteni ezekkel a döntésekkel, lehet nem egyetérteni a magyar alaptörvénnyel, de ez van. Ezt kell tudomásul venniük. Ezeket a jogokat, ezeket a törvényeket, ezeket a döntéseket, aki nem veszi tudomásul, az a demokráciát nem veszi tudomásul, meg a jogállamot, úgyhogy mindenki elképzelheti, hogy milyen jogállamot gondolnak ők el. Bizony, amikor... meg milyen demokráciát, ugye? Mi vagyunk a autokrata, a diktatúra, meg nem tudom minek a kiszolgálói, ők meg a demokraták. Azok a demokraták, akik egyszerűen képtelenek elviselni még a jelenlétét is olyannak, aki mást gondol, mint ők. Szóval szép új világ lesz ez a polgári Magyarország. Nagyon kevés időnk maradt, mégis idejött a svéd miniszterelnök. Még jó egyességeket is sikerült vele kötni. Hétfőn ez lesz a másik fő napi rendi pontja a parlament ülésének, a köztársaság elnök megválasztásán.
kívül, hogy ratifikáljuk a svéd NATO csatlakozást. Egy-egy mondat mindenkinek jut. Őszinte örömmel mondom, volt egy kis hisztéria a svéd részről, de győzött a józanész. A magyar külpolitika egy sikerágazat. Kormánynak van egy világos, elég karcos, külföldön sokat vitatott, de nagyon határozott patrióta politikája, és ehhez a magyar külpolitika kiváló utat biztosít. Nem véletlen, hogy a svéd miniszterelnök a kezdeti hőzöngés ellenére idejött, és még nem csak, hogy hát tulajdonképpen a tiszteletkört leródta, de még sikerült is vele jó alkut kötni új Gripenek vásárlásáról. Örülök, hogy végre megszületett az egyesség, méghozzá úgy, hogy Magyarországnak nem kellett hátrálni ebben az ügyben egy tapottat sem. Viszont jön négy új gyönyörű repülőgép, amivel azoknak a balti államoknak a légterét is védjük, ahonnan megint csak pontosan ugyanolyan undorító kritikák szoktak érkezni felénk, mint amilyen Svédországban. Azt szoktam mondani Orbán Viktor, hogy velünk az ellenségeink is jól jár. Így. No de, mivel Gyurcsány Ferenc egy vak hangot nem említett a guruló dollárokról, így a műsor végén hagyj említsem meg, hogy én szerintem az, hogy valakik idegen zsoldban, idegen érdekeket szolgálva elárulják a hazájukat, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a Magyarország szuverenitását gyengítsék, és kiszolgáltassák birodalmi törekvéseknek, na ez nem hiba, ez bűn, és ezt nem a Fidesz kormány követi el, hanem ezt pontosan a Gyurcsány által vezetett, szedett, vetett banda, amit mi kénytelenek vagyunk minden esetben ellenzéknek nevezni, mert nekünk ez jutott. Ezzel fejezzük be a mai sajtóklubot. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, köszönöm az értékes gondolatokat nézőimnek, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz sajtóklub, addig is nézzék a Hír Televíziót. A viszontlátásra!